remélem, hogy a mai este nem csak a köszvényről sikerül pontos információkat kapjunk, hanem nagyon remélem, hogy még ezen túl rá fogunk jönni néhány olyan fontos dologra, ami kell ahhoz, hogy megértsük és megoldjuk nem csak a köszvényt, hanem egyéb tüneteket, nevezzük betegségeknek, vagy akármi. Amint tudjuk, a betegségek kialakulásának három alapvető módját különböztetem meg, ez az én beosztásom. Vannak ugye a fizikai tényezők, és ezek nagyon túl nagy hangsúlyt kapnak az életünkben. Azt hisszük, ha az életmódváltásunk arról szól, hogy másképp táplálkozunk, akkor onnantól megoldottunk mindent, vagy bizonyos ételeket nem fogyasztunk, akkor majd meggyógyulunk. Tehát ha valaki nem táplálkozik normálisan és megbetegszik, azt normális táplálkozással kell rendben hozni. Vannak a biológiai konfliktusaink, amelyek arról szólnak, hogy hogyan reagálok, mondom, reagálok egy-egy stresszes helyzetre, egy-egy váratlan eseményre, mondjam ugye egy félelemre, mert ezekre az agy közvetítésével fogunk biológiai válaszokat adni, ezzel foglalkozik a germán gyógytudomány. És vannak az önsorsrontó hiedelmeink, amelyek talán, hát hogy mondjam, fontosabbak mind a kettőnél, mert ameddig én azt hiszem, azt gondolom, hogy ez az egész egy nagy marhaság, addig nem fogok vele foglalkozni. Amíg meg vagyok győződve, hogy diétával fogom, vagy meditációval fogom rendbeszedni magam, vagy küldik az energiát, és majd valaki meggyógyít engem, hát addig a germán gyógytudománytól nagyon messze fogunk járni. De nem csak a tanult ismeretek és a tévhitek, hanem a tabuk és a titkok. Ezeknek a mai napban nagyon nagy szerepük van. Azok a dolgok, amiről nem beszélünk, vagy amelyek titkosak, azok kérem szépen érzelmileg elindított programjainkat nem fogják leállítani. Azért, mert valamiről nem beszélünk, vagy mert ezzel én nem akarok foglalkozni, ez nem jelenti azt, hogy meg is fog oldódni. Jó lenne a gondolkodásunkon változtatni, vagy megengedni legalábbis, hogy újabb információkat kapjunk, és akkor ez az egész történet, ami a betegséggyógyulás témájához tartozik, ez rögtön megtalálná a megfelelő utat. A germán gyógytudományt Hammer doktornak köszönhetjük, akinek az élete tragédiája vezetett el oda, hogy mindazt, ami itt bemutatásra kerül, az egyáltalán felismerésre került, és Hammer doktor összefoglalta a néhány munkájában a tudását. Hál' Istennek sikerült megszereznem minden munkáját. Német, olasz, francia nyelveken, magyarul. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha megismerjük Hammer doktornak a munkásságát, akkor fogunk rájönni, hogy micsoda nagyszerű emberrel van dolgunk, és akkor végre nem az fog foglalkoztatni minket, hogy mit mondanak róla a pártatlan sajtóban. Tudjuk, mennyire pártatlan. Én a Hammer doktor életéről, munkásságáról külön videó nézhető meg, úgyhogy ennek most a részleteiben nem megyek bele, de mindenkinek ajánlom, hogy aki még Hammer doktort nem ismeri, ezt az előadást legyen szíves nézze meg. A 5 természettörvényt fedezett fel Hammer doktor, most a józan paraszti ésszel közelítjük meg ezeket a törvényeket, és józan paraszti ésszel, ha kinézzünk a természetbe, akkor azt fogjuk látni, hogy az élet él és élni akar. Remélem, ezt mindenki
meg tudja állapítani mindenféle állatkísérlet vagy statisztika nélkül. Minden élőlény minden nap a túléléséért és a faj fenntartásáért küzd. Tehát akkor mi lesz a legnagyobb félelme? A haláltól és a faj kipusztulásától való félelem. Tehát ha ezt elfogadjuk, akkor már az ötödik természettörvényt is megértettük, és ha ezt megértettük, akkor azt is el tudjuk fogadni, hogy a tünetek, amiket produkálunk, azok a gyógyulás tünetei, azok nem ellenünk, hanem értünk vannak, könyörgök. Azért van, mert éppen gyógyulok. Nagyon jó lenne, hogyha ezzel tisztában lennénk, és nem olyan félelmeket táplálnánk, hogy az egyik betegségből lesz a másik, de erre el fogunk jutni. Csak meg annyit jegyezzünk meg, hogy a biológiai testünk az minden nap a túlélésért küzd, és nem azért, hogy belepusztuljunk bármibe is. Nos, akkor figyeljük meg, hogy miből állnak az élő lények. Hát az élő lények sejtekből állnak, amelyek működnek. Itt látjuk egy levélszerkezetnek a képét. Itt pedig egy sejtet látunk szétszedve, illetve hát mondjam azt, hogy felnagyítva. Van neki sejthártyája kívül, van neki sejtmagja ugye belől, és a kettő közötti rész az a citoplazma, ahol a sejtszervecskéket találjuk. A sejt egymagában képes szaporodni, és képes ellátni önmagát mindennel, amire szüksége van. Ez az élőlény meghatározása laikus megközelítésből. Tehát ami nem képes önmagától szaporodni és önmagát ellátni, az már mondhatnám, hogy átmeneti lény, és ide tartoznak a vírusok, csak hogy tisztázzuk a vírusoknak a kategóriáját. A sejtek tehát működnek. Amikor nem működnek, akkor nyilván holttestről beszélünk, de ezek a sejtek nem maguktól teszik azt, amit tesznek, nem arról van szó, hogy hoznak egy döntést, és holnaptól másképp fognak működni, mint eddig, hanem igencsak fantasztikus rend és hierarchia áll fent a sejtek között. Tehát nem úgy indul el egy sejtburjánzás, hogy elszabadult a pokol. Nem kérem szépen. Megértünk mindent, ha abba a tudományba nézzünk bele, amit embriológiának nevezünk, mert ebben írják le azt a 9 hónapot, ami a megtermékenyítéstől a születésünkig történik. És azt gondolom mindenki tudja, hogy nem a gólya hozta, mert akkor ugye augusztus 20-a és április közepe között nem születnének gyerekek. Vagyis az a lényeg, hogy megértsük, hogy egy megtermékenyített petesejtből alakul ki minden sejtünk, születünk. A megtermékenyített petesejt osztódással létrehozza a csíralemezeket, és ezekből a csíralemezekből agyi irányításra egy életen át ugyanazt fogják csinálni a sejtjeink, mint amire be vannak programozva, vagyis nincsenek áttétek. Szeretném, ha megnyugodnánk mindannyian ettől a gondolattól, boldogok lennénk, hogy jaj, te jó Isten, szóval hát akkor nincsenek áttétek. Na hát, akkor mik vannak? Vannak feloldatlan félelmek, vannak olyan dolgok, amelyek megoldásra várnak, de nem az áttét fog minket megölni, hanem a fel nem oldott félelmek. Szóval látható, hogy az egyik a megtermékenyített petesejtből itt van, lesz kettő, ugye? A kettőből lesz négy, és aztán eljutunk a szedercsíra állapotba, ami egyenrangú sejtek tömörülését jelenti, majd ez a szedercsíra itt látható a képen, a színes képen, mielőtt felvenni a kapcsolatot az anyai nyálkahártyával, a mély nyálkahártyával, átrendeződik, és létrehoz 3 csíralemezt. Itt van piros, narancs és sárga színekkel jelölve, kívül a külső, belül a belső, középen a középső csíralemez. Hát gondolom ez annyira egyszerű, hogy hihetetlen. Tehát ezekből a csíralemezekből meghatározott sejtek fognak kialakulni, és ezek a sejtek egy életen át azt teszik, ami a feladatuk, de nem csak úgy maguktól, hanem agyi irányítása. Itt láthatjuk piros, narancs és sárga színekkel azokkal az agyi központokat,
amelyek irányítása alá esnek ezek a sejtek. Nagyon szépen kérem, tessenek megérteni, nem áttétek vannak, hanem újabb, meg újabb, meg még újabb félelmek, amelyekre elindítok egy újabb, és egy még újabb túlélő programot, és ezt ugye kinevezik áttétnek, hogy elvegyék a betegtől az utolsó reményt is arra, hogy esetleg meggyógyulnak. Azért hallgattam el, hogy ezen elgondolkodjunk. Hogy mi az, amit elhiszünk, és mi az, amit józan paraszti ésszel is helyére tudunk tenni. Nos, folytattam ezt a képet, itt látható. Fölötte az agyi központoknak a keresztmetszeti képe, mert ha itt csinálok egy keresztmetszeti képet, így, akkor külön fogom látni, nyilván különböző magasságokban, külön látom az agytörzset, ez vezeti a belső csiralemez, külön látom az agykérget, ami a külső csiralemezt vezérli. Az agykérgek alatt van a fehér állomány, vagy agyvelő. Itt narancssárga színnel van ugyanez jelölve, láthatjuk, ott van a kéreg alatt. És ebből lesznek azok a szervek, szövetek, amelyekről ma lesz szó, vagyis az ízületek. A sejtek három dolgot tudnak csinálni, vagy szaporodnak, vagy sorvadnak, vagy a sejtek működést változtatnak. Ez agyi parancsra történik, és attól függ, hogy melyik csiralemezből származnak ezek a sejtek. Szóval nyugodjunk meg, hogy rend és hierarchia van a szervezetünkben, hál' Istennek, nem demokrácia, mert különben az élet kipusztult volna. Rend és hierarchia van. Megnyugtató érzés ez. Nem összevisszaság. Nem lehetséges dolgok vannak, hanem nagyon konkrét történetek vannak. Itt nincs feltételes mód, mint az akadémikus medicinában. Tehát vagy szaporodnak, vagy sorvadnak, vagy működést változtatnak a sejtek a túlélés érdekében. Mindig ez a cél. Túlélni és a fajt fenntartani. Na de vajon, mi befolyásolja a sejtek számának a túlzott változását, vagy a működésnek a változását? Na vajon mi befolyásolja? A félelem. Kérem szépen, ez az egyetlen halálos betegség, a félelem. Ezt jegyezzük meg. Miért a félelem? Mert az agyunk folyamatosan keresi, hogy milyen veszély leselkedik a biológiai testünkre. És ezért mindenben a veszélyt, a félelmet keresve elindít egy értelmes biológiai különprogramot, vagyis konyha nyelven szólva egy túlélő program. De hogy indul el egy ilyesmi? Akkor indul el, ha valami érzelmileg engem váratlanul, meglepetésszerűen megérintett, de csak úgy, mint derültékből a villámcsapás. Tehát egy nagyon súlyos érzelmi konfliktusról beszélünk, amit magányosan élünk meg, és benne maradunk a konfliktusban. Na hát erről a magányosságról ma még sokat fogunk hallani, itt most nem fejtem ki. Meg fogjuk érteni az előadás végére, hogy hányféle megélése van annak a bizonyos magánynak. Nem azt jelenti, hogy nem volt körülöttem senki. Nem kérem. Lehetnek körülöttem százezren is, az én megélésem az egyetlen valóság, és nem az, hogy a többiek mit éltek meg. És ez fogja meghatározni, hogy ez a lelki megrázkódtatás fogja meghatározni, hogy hova csapódik be az agynak melyik részébe, és erre meg elindul a szervi válasz, hogy vagy építek, vagy bontok, vagy működést változtatok. Nem véletlenül tettem itt a lelket idézőjelbe és kisbetűvel, mert ugye a magyar nyelv sajátossága, hogy lelki megrázkódtatásról beszélünk, de nem a nagybetűs léleknek van megrázkódtatása. Azt kérem szépen, köszöni, jól van. A sokféle egós személyiségünknek van félelme, érzelmi megrázkódtatása, és ez nem a hámeri medicinának a pszichologizálása, mert ilyen vádakat is kapok, hanem pontosan a pontos megfogalmazás a megértés véget. Tehát, hogy tudjuk, ha félelemben élek, akkor ezt a táblázatot itt a hátamnál alkalmazom, ha nem élek félelemben, akkor a
táblázatban levő programok nem tudnak aktivizálódni, vagyis mi a kérdés? Hogy élsz, vagy félsz? Illetve hogy tudom megakadályozni, hogy egy elindult program engem megbetegítsen? Úgyhogy betartom azt a régi-régi javaslatot, hogy nem újjék el nap a te haragoddal. Az én haragom nem biztos, hogy egy hatalmas nagy harag. Lehet, hogy csak egy kellemetlen érzés. De mi lenne, ha ezzel is foglalkoznánk? Mi lenne, ha a kellemetlen érzéseinket végre megfordítanánk? Mert ha ezt nem tesszük meg, akkor a rögzített körülmények, vagyis a sinek fognak gondoskodni arról, hogy újabb konfliktus nélkül is elinduljon a program, és ez lesz az elakadt gyógyulásoknak a kulcsa. Illetve ki kell egészítenem, mert erről szól a negyedik könyvem is, hogy a viselkedésünk is befolyásolja azt, hogy hogyan reagálunk valamire. Ez a tanult minta, másolt minta, vagy felvett minta, mint túlélő program, ez mindig meg fogja határozni, hogy a biológiai program hogyan és miként fog lezajlani. Bevezetőnek csak ennyit mondanék el, aztán a tudományos hátterét a készülő negyedik könyvemből mindenki megismeri, mert annak az a címe, hogy mit tegyek, ha nem találom a konfliktusomat. Szóval, ha elindult ez az EBK, ez az értelmes biológiai különprogram, mert ugye értelmes, mert a túlélésemet szolgálja, és egy külön program, meg különben nem indul el, csak ha én elindítom, akkor ez két fázisban fog lezajlani. Két fázisról beszélek, egy konfliktus aktív fázis, és egy megoldást követő MK fázis. Mivel indul el minden? A DHS-sel, a Dirk-Hammer szindrómával, amit azért DHS, mert Hammer doktor a halott fiáról nevezte el azt a pillanatot, aminek a becsapódása elindítja bennünk mondjuk a rákot. Hammer doktornak heredaganata lett attól, amikor a fia meghalt a karjai között. És a fiára való tisztelettel nevezte el a konfliktus becsapódását DHS-nek. Dirk-Hammer szindróma. És ebben benne vannak azok a feltételek, feltételrendszerek, amiről az előbb az első biológiai természet törvény során beszéltem. Tehát most már tudjuk, hogy mitől indul el az a folyamat, hogy túl sok, túl kevés sejtem lesz, vagy éppenséggel leállítom a működését valaminek. Ez a bénulás, az agyvérzés, a cukorbetegség, és a többi, majd beszélek még róla. Ha elindítottam a programot, és nem zártam le békével a napomat, hát akkor tart a konfliktus aktív fázis, vajon meddig, amíg le nem zárom. Vagy ameddig a körülmények meg nem változnak. Na és miért nem mindegy a dolog? Azért nem mindegy, kérem, mert ha csak a körülmények változtak, és nincs érzelmileg lezárva a konfliktus, akkor marad minden a régi. Jönnek a sinek, és újra csinálom a programot. Viszont ha érzelmileg lezártam a konfliktust, ha megtörtént a konfliktusnak a megoldása érzelmileg, akkor fogom a sineket is eltüntetni az agyamból. Mi az, hogy érzelmileg? Mert van, aki még csak először van ezen a webkonferencián. Ez nem gondolatot jelent. Ez nem azt jelenti, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Nem, a megbocsátás a szívből jövő megbocsátás kell legyen. De mikor fogok tudni megbocsátani? A megértéssel tölt el mindaz, ami történt. Na, ebben segít a germán gyógytudomány. Megértem, hogy a másik ember úgy viselkedik, ahogyan viselkedik, mert pont. És ha megértem, esetleg, hogy konstellál, akkor könnyebben tudok neki megbocsátani, nem? Megértés, megbocsátás. Elengedés, elfogadás. Elengedem azt az eddigi elvárásomat, hogy ő úgy viselkedjen, ahogy nekem kényelmes lenne, vagy ahogy én szeretném. Elvárás, elengedése. És elfogadom, hogy ő úgy tökéletes, ahogyan van, én meg úgy vagyok tökéletes, ahogyan vagyok.
És amikor hálát is tudok adni a felismerésemért, hálát tudok adni, hogy mekkorát tanultam én ebből a konfliktusból, vagyis megkerestem a kakiban az aranyat, na akkor tényleg eltűnnek a sínek. És akkor a köszvény is elmúlik egyszer és mindenkor. Szóval konfliktus aktív fázisról beszélve, mi történik? Benne vagyok a konfliktusban. És zakatol az agyam, és hideg a kezem, hideg a lábam, azért van itt a kék szín ábrázolva, és nincs étvágyam, nem eszem, és egyfolytában azon agyalok, hogy a dolgok miért nem úgy vannak, ahogy én szeretném. Emelkedik a vérnyomás, alkalmasint, szaporább lesz a légzés. Itt minden attól függ, hogy mi volt az én megélésem. Ugye már mondtam, hogy az én megélésem az egyetlen valóság. Lehet, hogy a külső szemlélő számára semmi rendkívüli nem történt. De számomra egy világ omlott össze. Szóval el fogja tudni mondani egy hozzátartozó, hogy a családtagjának mi a problémája? Nem. Ezt csak ő tudja elmondani. Szóval ameddig benne vagyunk a konfliktus aktív fázisban, addig a biológiám a leadott félelemre, az agy közvetítésével elindítja a sejtszintű programját. Ha megoldottam, és valóban érzelmileg oldottam meg ezt a konfliktust, nem úgy, hogy megbocsátok és nem felejtek. Érzelmileg lezártam a történetet. Na akkor lesz, akkor indul be a megoldás követő fázis, és ennek három része van. Az első az exudatív, második az epileptoid krízis, harmadik a hegesedési fázis. És jönnek a gyulladásos tünetek, és akkor megyek orvoshoz, amikor éppen gyógyulok. És kapok gyógyszert, hogy meg ne gyógyuljak. Alkalmasint az esetek 5%-ában tényleg szükséges az orvosi ellátás. Nem beszélek én 100%-ban az akadémikus ellátás ellen, mert csodás dolgokat tud a mai medicina. Csak kérdés, hogy a szemlélet. Milyen irányból nézzük a dolgokat, és ezt a közvénnyel rögtön érezhető, látható, megérthető lesz a különbség az akadémikus orvosi szemlélet és a germán gyógytudományos szemlélet között. Tehát maradjunk abban, hogy az exudatív fázis azért exudatív, mert exudátum gyűl fel. Mi ez az exudátum? Nagyon egyszerű. Víz. Folyadék gyülemlik fel a gyógyulásnak indult szövetekben, és ezért duzzad meg mondjuk a lábam, a bütyköm, mert épp gyógyul. És mivel teli van vízzel és feszül, ezért fáj. Meleg, gyullad, piros, és nem működik. Tehát a rubor tumor calor dolor funkció lézák klasszikusan ráillik minden közvényes rohamra, minden izületi fájdalomra. Exudátum. De az exudátum nem csak az izület szintjén gyülemlik föl, hanem felgyülemlik az agyi szinten is. Itt látunk exudátumot, meg itt is látunk exudátumot, vagyis folyadékgyülemet az agyba, és ezek nem agydaganatok. Ezek megoldásba került Hammeri gyógyszer. Ja, a konfliktus aktív fázisban mit láthatunk? Ha a kontrasztanyag nélküli képet csinálunk, az agynak a bizonyos metszeteiről, tehát különböző szinteket. Ilyen körkörös gyűrűket, nem tudom mennyire látható, körbe rajzolom. Ezekről a körkörös gyűrűkről is írok a Miért nem találom a konfliktusomat című előadásban. Szóval az exudatív fázis az a gyógyulásnak az első része, a megoldást követő fázisnak az első része. Szabad gyulladást csökkentőt bevenni, szabad fájdalomcsillapítót bevenni, szabad vízhajtót bevenni, ha túl sok a víz. De nem szabad kábító fájdalomcsillapítót beadni, mert ha azt beadják, akkor ez a görbe így lefele fog mutatni, és itt lesz a vége a történet. Itt van a kampó. Kész. Itt vége. Leáll a szívünk. Tehát óvakodjunk a morfiumtól, a mindenféle tapaszoktól,
Mert ha abban kábító, fájdalomcsillapító, tehát morfium származék van, ilyen a fentanil tapaszt is, akkor majd leáll szépen a szívünk. Az exudatív fázisban nem fogunk világéletünkre szenvedni. Ha megengedjük, hogy tovább menjen a folyamat, akkor eljutottunk az epileptoid krízisbe. És ez az epileptoid krízis nem epilepsziát jelent. Azért epileptoid, mert nem epilepszia, de az epilepszia is itt jelentkezik. Van arról is külön webkonferencia anyag, akit érdekel, megnézi. Mi történik itt? Kérem szépen, megint csak hideg lesz a kezem, lábam. Eltűnik a fájdalom. És elkezd fájni a fejem, ugye már sok víz van benne, de az epileptoid krízisben itt a második szakaszában elkezdek több vizeletet üríteni, mint amennyi folyadékot megittem. Eltűnik a duzzanat is, és azt hiszem, hogy te jó Isten, ha ízületről beszéltem, hogy meggyógyultam. Csak hogy ezután jön a hegesedési fázis, és újra megjelenik a fájdalom, de már jó a hangulatom, jó az étvágyam, tudok enni, viszont iszonyúan fáradt vagyok, és ezt az emberek nem akarják elfogadni. Azért vagyok fáradt, hogy engedjem meg a biológiai testemnek, hogy végre meggyógyuljon. A legjobb hír, hogy úgy érzem magam, mint a kifacsart mosogató. Kitűnő. És tudok enni. Nagyszerű, kaptam egy levelet Kolozsváról. A beteg végre lezárta a félelmeit, és megjött az étvágya. Hatalmas öröm. Nagyon nagy öröm. Végre elmúlt a félelme. Végre el tudja fogadni, hogy a biológiai teste nem ellene, hanem érte dolgozik. Mi lenne, ha mindenki el tudná fogadni, aki itt van a teremben? Hát meggyógyulna. Ennyire egyszerű. Csak bíznunk kéne abba, hogy a biológiai testünk akkor is tudod működni, amikor nem volt modern orvostudomány. Amikor nem volt CT meg MR. De ma már nem az a kérdés, hogy kinek mi a panasz, hanem hogy mik a leletek. És a leletek alapján mondunk mindenféle diagnózist. Na most akkor foglaljuk össze azt, ami a lényeg. Mi történik sejt szinten? A becsapódó konfliktus hatására? Vagy sejteket építek, itt van agytörzs és kisagyi programokban, vagy sejteket sorvasztok agyvelő és agykérgi programokban, vagy működést változtatok, itt van, leblokkolom a működést a cél érdekében, és visszaállítom a működést, amikor a konfliktust feloldottam. Így gyógyul meg az inzulinos cukorbeteg. Tessék megnézni az előadást. Ennyi a lényeg. Ez a medicinának az alapja. És nem az a sok okosság, amit tanítanak 6 éven keresztül. Na most akkor miért is leszek én krónikus beteg, ha ilyen gyönyörűen működik minden a szervezetemben? Hát azért, mert megbocsátok, de nem felejtek. És itt van a fel nem oldott konfliktus, még mindig benne tart engem a folyamatban. Tehát vagy sorvasztok, sorvasztok, vagy építek, vagy még mindig leblokkoltam a az inzulin kiáramlást és magas a vércukrom. Függőgyógyulás. Na ez aztán az, amivel mindent tönkre tudunk tenni, és akkor majd elnevezik autoimmunnak vagy rossz indulatonak. Miért? Mert megváltozik a szöveti szerkezet. Mondjuk, elindítottam egy sorvasztást itt a konfliktus aktív fázisban. Rendben van. Mit kell tennem? Visszaépítem a felesleges sejteket. De be tudtam fejezni a programot? Nem. Mert elakadt. Ez itt egy sín. Elakasztottam. Ez nem az epileptoid krízis. Nézzük, az epileptoid krízis így néz ki. Ez egy sín. Megint elindítottam a gyógyulásomat, megint elakasztottam. Megint elindítottam, megint elakasztottam, és mindig építek még hozzá. Érthető lesz akkor, hogy miért alaktalanodnak el az ízületek? Ott alapból mindig több szövetet építek vissza, mint amennyit lebontottam, de ha függő gyógyulásba teszem, akkor elképesztően elalaktalanodnak az ízületeink. És akkor jön a policiklikus lefolyás, amiről mindig mondom, hogy ez legalább nem unalmas. Mert a program mindig eljut a végére. Kész, itt a vége, fuss el véle, nincs semmi baj. De mit csinálok? Újraindítom a programot. Megint eljutok a végére.
És megint kapok egy kis laufot, egy kis szünetet, amikor köszönöm, jól vagyok. De ez a fránya, a parlagfű, ha nem lenne. Ja Istenem! Ha tudnánk, hogy a parlagfű micsoda fantasztikus gyógynövény. És írtjuk tudatlanul, mert őt okoljuk, keresjük, hogy ki a hibás, a parlagfű. Nem! Én vagyok a hibás, mert még mindig gyanakvással élem az életem. Mert azt gondolom, hogy jobb félni, mint megijedni. És ezért írtjuk a parlagfüvet. Ez csak egy allergiáról beszéltem. De ugyanez a történet akkor, ha meggyógyult egy melldaganatom, és csinálok 2 év múlva még egyet. Hát nem? Hát de. Miért? Mert még mindig nem szoktam le az aggódásról. Még mindig azt gondolom, hogy nekem aggódnom kell. Lehet. Csak akkor a biológiai válasz nem fog elmaradni. Tehát megértettük, remélem, hogy a krónikus betegségért nem az orvos a hibás, nem a gyógyszer a hibás. A gyógyszert nem nevezném gyógyszernek, inkább gyógyszeripari terméknek, hogy nagyon finoman fogalmazzak. A gyógyszer az, ami tényleg gyógyít, vagy segít a gyógyításban. De az, ami csak konzerválja a tüneteimet, vagy éppenséggel mérgez, hát dönts el mindenki, hogy kell neki, vagy nem kell neki mérgezés. Jó. Hogyan történik a sejtek bontása, építése? Na itt jön be, hogy soha nem vagyok magányos, nem vagyok egyedül. Bennem laknak a drága vendégeim, a segítőim, a gombáim, a gombabaktériumaim, a baktériumaim, meg a vírusaim. Mindenkinek van. Mindenkinek van. Ők biztosítják azt, hogy lebontják a felesleges sejteket, akkor, amikor le kell bontani. Ide most azért teszek egy mínuszt, mert ők a megoldás követő fázisban jelennek meg a gombák és a gombabaktériumok, és lebontják a felesleges sejteket. És mi lesz ezekkel? Kuka? A sejt az fantasztikus érték. Kérem szépen, a nyirokrendszer fogja feldolgozni. Ezért lesznek a környéki nyirokcsomók megduzzadva. Tehát ha valakinek környéki nyirokcsomók duzzanata van, remélem, hogy bontja a behűtött pezsgőjét, és ünnepel, hogy éppen gyógyulok. Csak nem mindegy, hogy mennyire magányosan, elhagyatottan, árvabogárként csinálom, mert akkor több vizet gyűjtök be, mint amit kéne, nem csak az ízületben, hanem a nyirokcsomóban is. Tehát van, aki segítsen, hogy lebontsa a felesleges sejteket, és van, aki segítsen, hogy visszaépítsem a hiányzó sejteket. Oké? Okay. Ezek segítenek visszaépíteni. Persze gyulladással, gennyesedéssel. Hát kérem szépen, látunk már olyat, hogy úgy épül föl egy ház, hogy körülötte semmi rumli nincsen? Hát ilyen nincsen. Tehát szeretném, ha megértenénk, hogy a bennünk élő, a velünk együtt, szimbiózisban lakó gombák, TBC baktériumok és vírusok, azok a mi barátaink. Mitől függ a számunk? Hogy mennyit ültem a konfliktusban? Vannak külső baktériumok is. Igen, a szervezetünk tud ellenük védekezni. Mert természetes úton minden itt megy be a szánkon, és nem injekcióval a vállunkba. Minden a szánkon keresztül megy be, és a végbélnyíláson távozik, ami már nem kell. És a szervezetünk fel van készülve minden, mondjam azt, hogy kórokozónak, idegennek, testidegen anyagnak az eltávolítására. Nem részletezem, mert a lánykor és a negyedik természet törvényben erről részletesen beszélek. Na most akkor megint összefoglalnám, hogy az alapokat értsük meg. Az egyes szám, az első törvény arról szól, hogy egy konfliktus egyenlő egy EBK, vagyis egy tünet. Ha 10 féle tünetem van, az 10 féle program. És nem az egyik okozta a másikat, hanem volt 10 féle megélésem, olyan intelligens agyam van, hogy történik valami, és már asszociatív gondolkodással eljutok, nem tudom még hova. De a múlt heti webkonferenciára feltett kérdésre most megint válaszolnék. Az intelligencia nem az emberiség kipusztulásához fog vezetni. A kérdés, hogy mire használjuk az intelligenciát. Az élet érdekében használjuk, vagy éppenséggel a kipusztulásunkra. Kétélű fegyver, mint a kés.
Értsük meg, az intelligenciánkra szükség van, hogy felfogjuk, hogy mindez így igaz. Még senki nem tudta megcáfolni Hammer doktornak az öt természettörvényét, tudományosan. A második természettörvény arról szól, kettő, hogy két szakaszban zajlik. A harmadik arról szól, három, hogy három lehetőségünk van, építünk, bontunk, vagy sejtműködést változtatunk. És három csíra lemezből származik minden. Innen kezdődik a normális, logikus, orvosi gondolkodás. Negyedik törvény a négyféle segítőinkről szól, akikről már az imént beszéltem. És az ötödik törvényt ismét szeretném kiemelni, mert mindennek értelme van. Értelme van a fájdalomnak, mert lefog és nem enged, hogy dolgozzak. Nem engedi, hogy a gyógyuló tagjaimat terheljem. De ha valaki tudna egy olyan autószerelőt nekem javasolni, aki hajlandó bebújni a motorháztető alá, és szereli az autómat, míg én vezetem, akkor szóljanak, jó? Mert nagyjából ezt várjuk el a biológiánktól. Igaz, hogy fáj, de megyek dolgozni. Igaz, hogy gyenge vagyok, de megyek futni. Hát az ilyentől inkább nem is szólok semmit. Inkább nem is szólok semmit. Tehát támogatni kéne a biológiánkat a túlélésben, és nem gátolni benne. Nos, a konfliktus típusok azt jelentik, hogy most felkínálom, hogy mindenki válaszol magának túlélő programot, vagyis betegséget. Ki mivel szeretné magát lebetegíteni? Itt a nagy választék, Hammer doktor táblázata, röviden, egy mondatban, távirati stílusban le van írva egy DHS. Mi történik konfliktusaktív megoldás követő fázisban, és hol van az agyi központ? Ennyiről szól a táblázat. Sincs semmi magyarázat hozzá, nehogy azt higgyük, hogy ha elolvasom a táblázatot, akkor megtanultam a medicinát. A lényeg rajta van. És ha egy orvos valóban orvos, akkor meg is érti. Sőt, tovább gondolja mindazt, amit Hammer doktor vázlatosan leír. Erről még majd beszélek, mert lehet bővebb információt is kapni, mint ami a táblázatban benne van, a végén majd megmutatom. Szóval, látjuk a három színt? Sárga, narancs, piros. Tehát a három csíralemeznek megfelelő, túlélő programok külön oszlopokban vannak leírva. Az agytörzs által vezérelt programokat úgy hívjuk, hogy falat konfliktusok, mert minden, amit a túléléshez én meg kell kapjak, az kell a szervezetemnek, mint egy falat. És ezért nem csak táplálék falatról, hanem vízfalatról, levegőfalat, fény és hangfalatról beszélünk. Jaj! Mindig először a falat megkapása érdekében szaporítom a sejteket, megoldásba lebontom, éjszakai izzadás, stb. De a vízfalat megszerzése túlzásba megy akkor, amikor vízhiány van. Nem, kérem szépen, megélem a magányt, az egzisztenciális konfliktust. Akkor kérem, a vizet visszatartom, és még több víz fog összegyűlni a gyógyuló szervekben, mint amennyire ott szükség lenne. Ez szükséges, ezt kell tenni egy igazi jó, fájdalmas ízületi gyulladáshoz. A kisagy által vezérelt programok itt vannak, kérem, a narancssárga oszlopnak a felső részében. A vélt vagy valós támadásokról beszélünk, mert a nagyokos agyam nem tud különbséget tenni valóság, álom és illúzió között. És az a baj, hogy mi illúzió világban élünk. Még mindig a tegnapi nappal foglalkozunk, az már nem valóság, az már rég elmúlt. De még mindig erről csámcsog a rádió, meg beszél az agyunk, meg minden. Kérem szépen, ma már április 5-e van, 21 óra 42 perc. Aki figyel, az jelen van a pillanatban, az nem foglalkozik mással. Az akkor megérti, hogy miről beszélek. Aki félig van itt, és félig még valahol másutt, az elveszett ember.
És amikor zakatol és zakatol és zakatol az agyam, egy dolgot tudok tenni. Egyetlen egy dolgot. Elkezdek figyelni. A kisagyi programoknál mondom el mindig, hogy valóság, álom, illúzió. És a kisagyi programoktól, tehát a narancssárga oszlop teljes egészére és a piros oszlop teljes egészére vonatkozik a kezűségnek a kérdése, a biológiai kezűség, vagy lateralitás, ha így jobban tetszik. Mert a biológiai lény számára, és ez ugyanígy van az állatoknál is, a jobbkezesnek a világgal kapcsolatos összes problémája, amit támadás, önleértékelés, birtok, elválasztási konfliktus, jobboldali tünetet fog okozni. Mert a világ, a partner oldal a jobbkezesnek jobb oldalon van. Akkor balkezesnek hol van? Bal oldalon, tehát baloldali tüneteket fog okozni. Az egy külön csavar a dologban, hogy a baloldali tünetek a jobboldali agyféltekében fognak szerepelni, megjelenni, mint Hammeri Góc, és fordítva. De hát ezt csak mondtam, hogy egy kicsit összezavarja a gondolkodást. Mert nem kell tudnom, hogy hova csapódik be az a bizonyos konfliktus az agyamba, ahhoz, hogy meggyógyuljam. Ahhoz le kell zárjam békével a napjaimat érzelmileg. De okoskodjunk tovább. Akkor a jobbkezesnek a bal oldalán milyen konfliktusok csapódnak be? Az anyával, a gyermekével és önmagával kapcsolatos konfliktusai. Ugyanígy a balkezesnek a jobb oldali tünetei ezt fogják jelezni. De a falat konfliktusoknál, a sárga mezőben nincs kezűségről szó. Ott jobb oldalt bemegy a kaja, bal oldalt kimegy a kaka, de nem részletezem. Szóval mi az, hogy támadás? Az, hogy lehet, hogy meg se vertek, csak félek attól, hogy megvernek. Bemocskoltság. Hát erre mostan igazán fantasztikus lehetőségünk volt megismerni, mi az a bemocskoltság. Csak elég megnézni a választási plakátokat, és látjuk, hogy az emberek a másikra mi mindent mondanak rá. Hogy igaz vagy nem igaz, az egy másik kérdés, de intelligens emberek nem ebben a stílusban kommunikálnak. Gondozási konfliktus. Ez azt jelenti, hogy túlzásba viszem az aggódást, drága hölgyeim, ez az önök szokása, bár férfi részéről is tapasztaltam már nagyon komoly aggódás miatt kialakult melldaganatot. Nem a férfiaknak szokása az aggódás, a nőknek a szokása, mert ők adnak életet, és ezért tudnak aggódni az élő lényekért. Gondozási konfliktus. Rendben. Agyvelő, az itt található, az agyvelő által irányított túlélő programjaink a narancssárga oszlopnak a második részében. Na, itt fordul a kocka, mert itt először mindig bontani fogom a sejteket, és a megoldásba fogom visszaépíteni. Fájdalommal, úgy, ahogy illik. Önleértékelés, önpusztítás, ezt ma még kifejtem részletesebben. Agykéreg, piros oszlop, a felső részében találjuk azokat a programokat, amikor sejtekre hat az agykéreg, és először itt is bontok, majd utána visszaépítek, és ide tartoznak az elválasztási konfliktusok, a birtokzónás konfliktusok, a birtokzónán kívüli, és a működésváltozások, ezek a működésváltozások itt vannak alól. Ennyit tájékoztatásként, de az öt természet törvényről szóló előadásban megértjük a többit. Nem az lenne a fontos tisztázni, hogy miért élek meg konfliktusokat? Meg hogyan tegyen feleslegessé? Szerintem. Ezzel kéne foglalkozni. Na rendben. Akkor kapjunk bele a közfény kiváltó okaiba. Ide tettem, hogy nézőpont kérdése. Nézzük, mit mond az akadémikus magyarázat. Azt mondja az akadémikus magyarázat, hogy akkor keletkezik közfény, ha a húgysav gondol egy nagyot és merészet,
És ebből túl sok lesz a szervezetemben. A húcsav egy természetes mellékterméke az anyagcserének, mert amikor lebontjuk a nukleinsavakat, a DNS-t, az RNS-t, akkor ebből létre fog jönni a húcsav. Szóval itten mindig eszünk a fehérjével, a magvakkal, teljesen mindegy, mindig fog belénk jutni megfelelő mennyiségű DNS, RNS élő táplálékból. Ezt mikor lebontom, akkor húcsav fog keletkezni. Tehát a húcsav felgyülemlik a vérben, és ezek a húcsav kristályok az ízületekben fájdalmat okoznak. Amúgy a húcsav kristályoknak az a természetük, hogy az ízületekben felgyülemlenek. Szükség van az ízület felépítésére, a porc felépítésére, viszont itt már túl sokan vannak, és ezért károsak. Ezt írja az Orfi, megnéztem, fent voltam az Orfinak a honlapján, és itt szó szerint azt a mondatot másoltam ide be, amit az Orfi honlapján is elolvasható. Igen. Tehát mi okoz problémát? Vagy az, hogy csökken az ürülés, és sok marad bent, vagy túl sokat küldök be, és nem tudom ezt kipakolni, vagy sejtszintű szétesés, ugye akkor a sejtmagoknak a feldolgozásából lesz egy emelkedett húcsavszint, ugye a daganat, hemolitikus anémia, vagyis amikor bontjuk, túl hamar hullanak szét a vörösvérsejtek, ólommérgezés, nagyon lényeges dolog, kemoterápia, sugárkezelés. Ma már ólommérgezéstől nem fogunk ilyen problémát csinálni, de a kemoterápia és sugárkezelés miatt igen. Az ókorban leírták a közvénynek a gyakoriságát, és ezt ahhoz kötötték, hogy azért, mert igencsak jól éltek, nagy húsokat szabáltak, vörösborokat ittak, és biztos a hús meg a vörösbor az oka annak, hogy már megint külső tényezőkbe keresem a problémát. Holott ólomproharakból ittak, és még az édesítő, répacukor nem volt még, ilyen ólomtartalmú édesítőszert használtak, hogy édes legyen az életük, szóval olyan ólomérgezésük volt, hogy ihaj. És ez okozta náluk, mint fizikai szintű tényező a közvényt. Tehát itt miket találunk? Fizikai szintű tényezőket, de, és most jön a de, a közvény tulajdonképpen egy önleértékelés gyógyulási szakaszában egy vesegyűjtő csatorna szindrómával összekapcsolva. Hogy van ez? Ja, a húcsav az ugye a vese gyűjtő csatorna, be fogom mutatni, tehát ez az, ahol ugye kimegy a vizelet és lejut a hólyagba. És innen szívódik vissza a víznek a 99%-a. Tehát amikor naponta 160-180 liternyi vért átszűr folyamatosan a vesény, abból végül lesz másfél liternyi vizelet. Na de amikor megélek én egy magányosságot, egyis elindítom a vesegyűjtő csatorna szindrómát, akkor kevesebb lesz a kiment vizelet, és akkor nyilvánvaló, hogy emelkedik a húcsav szint a vérben, és hova fog becsapódni? Hát ott, ahol épp még egy önleértékelési programot gyógyulási fázisba tettem át. Tehát a húcsav a veseműködés lezárása miatt nem tud ürülni, csókolom. És nem azért, mert túlzott a bevitel. Amúgy akkor mindenki, aki rengeteg húst eszik és vörösbort iszik, annak közvénye kéne legyen. De nincs! Akkor milyen meghatározás ez? Jaj, itt vannak a feltételes módok, hogy lehet. Mint kiváltó ok, felsoroljuk, hogy ott ez előfordulhat. Igen, az akadémikus orvoslásban minden feltételes módban volt. Itt konkrétan tudjuk a germán gyógytudományban, hogy a veseműködésnek a szűkülése okozza a húcsav szint emelkedést, és azért fog közvényt létrehozni, mert épp egy önleértékelési konfliktust is futtatok. Épp ha bosszankodok, akkor nincs húcsav szint lerakódás az ízületben. Logikus? Tehát most már megértjük, hogy miért nem hatnak a diéták, de menjünk fel akármilyen közvényről szóló weblapra,
És mindenki diétákat fog javasolni, hogy mit igen és mit nem. Na most, ha még cukorbeteg is valaki, akkor lassan éhen is halhat, és elindít egy májprogramot, mert a májam nem spirituális, nem járt hiperspiri iskolákba, és elindítja a májsejteknek a szaporodását. Szóval gondolkozzunk logikusan. Segítségként még egy kis adalék a húsavhoz. Kigyűjtöttem a kémiai képletét, van, aki lehet, hogy ezt igényli, hogy láthassuk, hogy van benne 4 nitrogén. Viszont amikor a másik fehérje lebontási végtermékről beszélünk, ami a karbamid, vagy urea, ugye ott annak más a képlet, abban már csak 2 nitrogén van. A karbamidot csak azért említem meg, mert mind a karbamid, mind a húgysav a fehérjék lebontásának a végterméke, és mint tudjuk, az urea vagy karbamid a beöntésre kerül az Euró 6-os autókban a kipufogó gázok káros anyagainak a megkötésére, csak ott nem ureának nevezik, hanem AdBlue-nak. Szóval visszatérünk a húgysavhoz. Beírtam a normál értékeket, hogyha valakinek problémája lenne, azért tudja tisztázni, hogyha férfi vagy ha nő, akkor mennyi a normál érték a vérben és a 24 órás gyűjtött vizelemben. Nem részletezem, olvasható. Amit már említettem, hogy a húgysav, tehát a sejtmagban levő nukleinsavak, tehát DNS, RNS-nek a lebontásából származó végtermékek, és ez a lebontás során bekerül a keringésbe, és nyilván, hogy ki ürül, hol ürül ki. Kétharmad része a vesén keresztül. Tehát mi történik, ha a vesém lezár? Hát bent marad a szervezetemben. Ugye, hogy milyen logikus így a dolog? A fennmaradó húgysav az izzadságon keresztül is távozik, illetve a bélrendszer segítségével, tehát makival is kijut a szervezetünkből. Ez csak, hogy legyen egy képünk arról, hogy a húgysav nem ellenség. Legyünk szívesek ezt tudomásul venni, hogy a húgysav nem ellenség. Nem kéne ráfogni, hát annyi áltudományos cikk jelent meg a húgysavról, mint kártékony anyagról, ami hibás a cukorbetegségért, meg ezért, meg azért. De elképesztő bizonyítékok nélküli feltételezések, hogy finoman fogalmazzak. Erről van szó. Ha nem ismerjük az alapokat, nem tesszük helyre, akkor mindig a medicina keres egy hibást, hogy ki a hibás. Ha más nem, akkor a beteg hibás, mert nem jött idejébe, vagy a házi orvos, mert nem küldte idejébe a beteget. Szóval itt ez a mutogatás megy egyfolytában. Ahelyett, hogy a valós okokkal foglalkoznak. Tehát nézzünk bele egy kicsit a valós okokba, hogy mi a probléma. Testünk önleértékelési térképe című előadásban bemutattam ezt a könyvet, az útmutató az egészséghez című könyvet, és ebben a könyvben találjuk meg az önleértékelési térképet, ami ahhoz kell, hogy megértsem, hogy melyik ízületemhez milyen önleértékelési konfliktus kötődik, vagyis hogy mivel kéne foglalkoznom. Mert ugye arról szól a történet, hogy fáj az ízületem. Rendben. Az önleértékelés témája, vagyis hogy miben írtam le magam a bányászbék a feneke alá, ez meghatározza, hogy a testem melyik részében indítom fájdalommentesen a sorvasztást a konfliktus aktív fázisban. Az önleértékelésnek az erőssége pedig meghatározza, hogy milyen szöveteket építek. Tehát, mivel a porcok érintettek, meg az ízületek, inhüvelyek, ezért ez egy közepes önleértékelésről szól. Tudjuk, hogy a legsúlyosabb önleértékelés a csontokat érinti, ott nem lesz köszvény. A leggyengébb, a legenyhébb önleértékelés kötőszövetet, zsírszövetet érinti. Ott se rakódik le a húgysav. Érthető? De a közepes szintű önleértékelés, az kérem szépen már a
az ízületeket érinti, és ezért fog ott megjelenni. Nos, akkor nézzünk bele egy kicsit, hogy az lélek agyszer szinten megy végig mindent. Tehát megvolt a DHS, egy önleértékelés. A koponya CT-n látni fogjuk, hogy a koponya tetőtől, tehát a fejem tetejétől, a kislábam ujjáig képviselve van az egész testem. Ott vannak ezek a idegi központok, ahova hajszál pontosan be is csapódik az az érzés, ami önleértékelés. Kérem szépen, önleértékelésről beszélünk, és nem másról. Senki nem tudja letörni az én önbecsülésemet, csak én magam. Ha elhiszem magamról, hogy nem vagyok úgy tökéletes, ahogyan vagyok. Tehát tegyük helyre a gondolkodást és a megfelelő szóhasználatot. Nézzük tehát, hogy akkor a közfénynél a leggyakoribb dolgok hol jelentkeznek. Igen, a nagylábújon oda is elérünk, de elindultam először is a kéznek a bemutatásával. Mi van a kezünkkel? Mire használjuk? És ha abban, mire használom, abban én nem vagyok jó, az már önleértékelés. Ilyen egyszerűen kell itt gondolkodni. Nincs ebben semmi ezotéria és semmi fantasztikum. A csuklóm arra van, hogy a dolgokat jó erősen a kezemben tartsam. Így van? Ehhez erős csukló kell. De ha nem vagyok elég erős kezemben tartani a dolgokat, manipulálni, irányítani a többieket, akkor mi történik? Elkezdem sorvasztani a csuklómat. Látjuk, milyen szép göbös csuklót látunk itten. Itt van, körbe van rajzolva. Na de az a helyzet, hogy oké, hogy nem tudom a kezemben tartani a dolgokat, de mindezt nem merem beismerni. Mi van a kezemmel? A DHS az, hogy minden, amit ide asszociálok, asszociatív gondolkodás, hogy a lyukasmarkú, hogy ügyetlen vagyok, hogy béna vagyok, vagy bármi, de lehet, ha zongoristáról van szó, nyilván akkor kifejezetten az ujjaira figyel, de mindez lelkiismeret furdalást okoz nekem. Szoktunk beszélni a lelkiismeret furdalásainkról? Nem nagyon. Szoktuk beismerni, ha valamiben nem vagyunk elég jók? Nem nagyon. Kezdjük érteni, hogy mit jelent az, hogy magányosan élem meg? Tehát minden, amit az ujjakkal kapcsolatban önleértékelésként megélek, magányosan, elszigetelten, ez elindítja a programot. Menjünk feljebb. Mi van a könyökünkkel? Hát a könyök az, képtelen vagyok megölelni, közelebb hozni azt, akit szeretném, hogy közelebb legyen. De itt mostan, ha csontról van szó, akkor lesz belőle golfkönyök. De ha lágyszövetekről van szó, ganglion lesz belőle, vagyis a könyökömből ki fog csüngeni egy mondjam azt, mint egy vizes zacskó. Ha megnéztük a ganglionok kialakulását az erről szóló webkonferenciában, akkor tudjuk, hogy mi itt a probléma. Na de, mi itt a nagy probléma a közfénynél? Hogy ezt az se tudja, akire ez vonatkozik. Szóval, kit szeretnék én megölelni? És annyira magányosan élem meg, hogy nem közlöm a másik emberrel, hogy gyere már ide, szeretnélek csak megölelni. Nem? Magamban zárom az egészet. Nyilván, amikor el akarom távolítani a riválist a körzetemből, akkor a könyökömnek a külső része lesz érintve, teniszkönyök. De nem árulom el, hogy ez az én magányos küzdelmem, hogy megtartsam a pozíciómat mondjuk egy vállalatnál, vagy titkolnom kell, hogy gyenge vagyok, vagy megjelent egy rivális a kerítésen belül, és túl szépen néz a páromra. De beismerni sem merem magamnak, hogy féltékeny vagyok,
vagy féltem ezt a kapcsolatot, és képtelen vagyok ezt a riválist kiütni, mert már is leírtam magam, hogy ez ügyesebb nálam. Szóval, képtelen vagyok távol tartani magamtól azt, akit nehéz elfogadnom. Nevezük ez zsörtölődésnek, jó? De most hogy mondjam meg neki, hogy elegem van belőled, mert hogy családtagról van szó. Család, kérem, a család, hát, az egy biológiai kapcsolat. Túlélésről és fajfenntartásról szól a család, és ne feledjük el, hogy az igazi család az, ahol feltételek és előítéletek nélkül el tudjuk fogadni egymást. Kérdízület. Itt is van, hogy előfordul a közvényes roham, mert kikaptunk a hétvégén, elvesztettük a mérkőzést, vagy elrontottam ezt a csörtét, ha éppen vívásról van szó, vagy bármilyen sportról legyen szó. Ha a sportban megért önleértékelés, az a térdizületet érinti, de a szégyentől nem merek az emberek közé menni. Mert a szégyent, azt nyilvánosan szoktuk megélni, vagy úgy magunkban. De kitartóan, vagyis makacsul, ragaszkodni tudok a véleményemhez, csak hogy ezt rajtam kívül senki nem ismeri el, tehát magam maradtam a véleményemmel. Magam maradtam a véleményemmel. Fájdalmatlan bontás, aztán a fájdalmas visszaépítés duzzanattal, ez teljesen természetes, de amikor a magányt beleteszem, akkor hirtelen fölszaporodik benne az a drága húgysav, és mi történik? Elkezd fájni. Ez lesz a közvényes roham. Nem a vörös bor, és nem a füstölt bor lesz. Boka. Mire való a bokám? Hát arra való, hogy kiugorjak egy bizonyos helyzetből. De egyedül nem megy. Egyedül nem megy. Húva, ismerjük ezt a nótát? Ha ez a kedvenc számunk, akkor ne csodálkozunk rajta, hogy esetleg egy önleértékeléshez kapcsolva az ízületünk be fog robbanni. A visszaépülés ugye az duzzanattal történik, mert egyedül nem megy. A lábam itt van, a klasszikus közvényes csomó itt található az öreg ujjnak az alap ízületén. Miért? Mert képtelen vagyok kiállni magamért, vagy tovább lépni innen, ebből a helyzetből, ebből az állapotból, ebből a kapcsolatból, de ezt még magamnak sem tudom beismerni. Vagy bűntudatom van, hogy így élek, és nem változtatok rajta. Ezekről nem szoktunk beszélni. Ezek mély belső megélések. És erre jön a közvényes roham. Ha a sarkamra vagyok képtelen állni, hát akkor a sarkamnál fogok csinálni, vagy a boka ízületnél látható egy gyönyörű, szép duzzanatot. Itt sem a csontról van szó, hanem az ízületet alkotó lágy szöveteknek a sorvadásáról, majd visszaépítéséről, és túl sok vizet gyűjtöttünk be legalábbis. Most kitörlöm a karikákat, hogy mindenki jól lássa. Szerintem azért itt túl sok vizet sikerült begyűjteni. És de hát persze ezt megszúrjuk, megnézzük mikroszkóp alatt, kimutatjuk a kristályokat, és rögtön azt mondjuk, hogy oké, ez közvény. Rendben. Nézzük tovább a történetet. Mert ugye a közvény az egyenlő leértékelés, erről beszéltem, plusz a vesegyűjtő csatorna szindrómáról beszélünk. Na. Láthatjuk itt a vesét, és tudjuk, hogy ő a vízmű a szervezetünkben, vagyis a vérrel odaszállított anyagot ő fogja kiszűrni. Logikus. És mint említettem, napi 160-180 liternyi vért szűr ki, és ebből 1% másfél liter vizelet fog távozni. Most megnézzük a szerkezetét ennek a kis piramisnak. Itt az erek körbeveszik a vese piramisokat. Itt van egy, itt van kettő, itt van három, összesen 7 vese piramis van.
4, 5, 6, 7 látható, most nem írom tele a rajzot, tehát hogyha a vese piramisok szerkezetét megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy a vese piramisokban a nefronnak, ez itt a nefron, amit látunk a jobb oldali képen, a nefronnak ez a része van benne. Vagyis a csatornák vannak a nefronban, és ez a szűrőberendezés, ez egészen itt van kívül, a vesetok alatt, azt úgy hívjuk, hogy veseparenkima. Az a vízzel, folyadékkal kapcsolatos konfliktusokra fog reagálni, lásd a veséről szóló előadást, viszont ez a dolog, ami, ez most vajon mi ez, radír? Nem megyek bele. Szóval ez a jobb oldalt körbekeretezett csőrendszer, vesegyűjtő csatorna lesz az, ahol visszaszívódik a víz, ha nincs probléma. De a magányosságra úgy működünk, mint a halak a vízben, vagyis a halak a szárazon, lezárjuk a vesegyűjtő csatornát, hogy a víz, a túléléshez szükséges víz mindenképpen megmaradjon a szervezetünkben. Pont úgy működünk, mint a partra vetett hal. Ez a biológiai válasz. Ez a halakat annak idején megmentette, és mint túlélő program a biológia mindenhova bepakolt. Tehát, ha én úgy működök, mint a partra vetett hal, egzisztenciális konfliktusom van, mert nem tudom, hogy miből fogok élni. Ja Istenem, mi lesz velem? A létezés feltételeinek hiányából származó félelmek. Ez az egzisztenciális konfliktus, a létkonfliktus. Tehát, hogy megértsük. És hát nem arról szól az életünk, hogy a létfeltételeink folyamatosan, de folyamatosan veszélyben vannak. Pedig mi szükséges a létezéshez? Levegő, víz, táplálék. Fény, hang. Remélem, van mindenkinél. Nos, amikor megélem a magányt, miféle magányt élek meg? Hát a legsúlyosabb dolog ebben az esetben, kérem szépen, a társas magány. Az egy elképesztő dolog, mert vagyunk egymásnak, de mégsem olyan a kapcsolata, hogy én azt elképzeltem. Miért képzeltem el? Jaj, mert félek a haláltól és a faj kipusztulásától. Minden félelmünk mögött ez az utolsó félelem, amire végre rájövünk, ha végig gondoljuk a félelmeinket. Minden tevékenységünket ez motiválja, ezért megyünk dolgozni, hogy legyen meg a betevő falat. És az én létfeltétele, legyen víz, legyen gáz, legyen üzemanyag, stb. Szóval ezek mind kellenek a létezés biztosításához, de ahogy megélem azt, hogy a létfeltételek nincsenek biztosítva, a vizet lezárjuk. És milyen fantasztikus programot nyomattak nekünk 2 évig, maradjatok otthon, és akkor innentől kezdve megélhetjük a magányt, mert hiányoznak az unokák, így van, kedves nagymamák, és nem lehet őket megnézni, amíg be nem oltatjuk magunkat, és aki ezt elhitte, az lehet, hogy már ezt a webkonferenciát nem nézi. Szóval ott tartunk, hogy remélem a magányosság, meg nem értettség, kirekesztettség érzése, és a legsúlyosabbak egyike a kórház konfliktus, mert ott aztán fantasztikusan megélhetjük a magányt a szkafanderes emberek között, és az a félelmünk, lét, konfliktus, hogy behoztak ide engem meghalni. Ezek mind benne vannak a veséről és a magányosságról szóló előadásban, tessenek szíves lenni utána nézni. Na de szindrómáról beszélünk, és a szindróma, ugye, azt jelenti, hogy a felső nyíl mutatja, hogy megélem az elhagyatottságot, most már csak egy szóval utalok rá, akkor, amikor éppen gyógyulásban van egy programom, vagyis épp egy ízületi programom van gyógyulásban, de én megélem ehhez a magányt, és már is megtörtént a köszvényes roham. Ennyire egyszerű. Ennek az ismerete, a szindrómának az ismerete fontosabb, mint az infarktusnak az ismerete. Mert bármilyen programon fut itt,
megoldásba, és hozzáteszem a szindrómát, ez 10-szeresére fokozza a tüneteket. És nagyon sokszor ez lesz az, ami az utolsó pont. Mert bevittek valakit besárgulva, mondván, hogy a májával gond van, és miben halt bele? A veselégtelenségbe. Vagyis a kórház konfliktusba. Na, akkor tehát tisztázzuk, hogy miért is érezzük magunkat elhagyatottnak, kiszolgáltatottnak. Mert azt hisszük, hogy mástól függ a boldogságunk, üdv a pokolban. Ezt úgy hívjuk, hogy áldozatszerep. Mikor fog az áldozatszerep megoldódni? Hát ameddig én kiszolgáltatottnak érzem magam, és azt hiszem, hogy az én boldogságom, az én létezésem másoktól függ, addig kérem, marad a kiszolgáltatottság, vagyis az áldozat szerep. A megoldás csak ennyi. Világos? 180 fokos fordulat, és a kezembe veszem az életem és egészségem irányítását. Itt jönnek a finomságok, mert szégyeljük beismerni önmagunknak, hogy mi segítene. Amikor még önmagunkkal sem vagyunk köszönő viszonyban, vagyis nem vagyok őszinte önmagamhoz, akkor mi a fenét akarok? Vagy lelkiismeret furdalásom, vagy bűntudatom van azzal kapcsolatban, amit én egyáltalán érzek. De hogy lehet ilyet érezni? Hogy lehet nekem ilyen igényem? Jaj, és nem beszélünk róla. Vagy pontosan az a baj, hogy nincs is kivel megbeszélni, és lezárjuk az egészet azzal, hogy hosszú. Hányszor hallunk ilyet? Valamire rákérdeznek, legyint egyet, és azt mondja, hogy hosszú. Nem beszél róla, magányosan éli meg, mert eddig megtapasztalása az, hogy hiába mondja, úgyse hoz semmi változást. Mert a kommunikáció nincsen megoldva. Félünk a kezünkbe venni az életünk és egészségünk. Miért? Mert azt hiszem, hogy másoktól függ az én egészségem és a boldogságom. Üdv a pokolban, áldozathelyzet. Ja? És nem tudjuk, hogy kik vagyunk mi valójában. Na, itt van a probléma. És azonosulok, kérem, azonosulok azzal a helyzettel, amiben vagyok, azzal a személlyel, azzal a szereppel, amit én eljátszok. Nem az a baj, hogy eljátszom a szerepemet, én is eljátszom, csak nem azonosulok vele. Vagyis aki gyógyulni szeretne, kérem szépen, ezeken kell változtatnia, és nem a diétáján. Ezeken kell változtatni. Itt van a megoldás, hogy mi az, mi fogja megoldani a köszvényemet egyszer és mindenkorra. Akkor, amikor ezeket a dolgokat tisztázom és megoldom. Mi a megoldás három lépése? Ezt többször előadtam már, de most megint elővettem. Egy, a konfliktusnak a tisztázása. Ebben segít a germán gyógytudomány. De ameddig, még önmagamhoz se vagyok őszinte, addig meg fogom tudni oldani? Nem. Második pont. Ha megvan a konfliktus, akkor ezt érzelmileg lezárom. Nem beseprem a szőnyeg alá, mert szégyellem. Nem, feloldom. És érzelmileg oldom fel a dolgokat egyszer és mindenkorra. Nyilván gyerekeknél törekedni kell arra, hogy az a bizonyos konfliktus többet nem fordulhat elő a gyerek életében. Mi a második akadály? Az, hogy nem vagyok hajlandó önmagamnak sem megbocsátani, meg a másik félnek sem vagyok hajlandó megbocsátani, de tessék nyugodtan lejegyzetelni, megbocsátás nélkül nincs gyógyulás. Harmadik. Most már, ha tudom, hogy mi az, ami megbetegít, akkor most már tudatosan döntök, vagyis figyelek a félelmeimre. És lezárom 2 perc alatt, de legkésőbb este. Hálát adok mindenért, ami aznap történt velem, mert nem szivatás, tanítás volt minden. Tehát a germán gyógytudomány, a biológiai programok, a tudományos táblázat, az útmutató az egészséghez című könyv megadja,
a biológiai tudatosságot. Én ezt mind megtanulhatom, és okosan fogok szenvedni tovább. De a megoldás az bennem van. Érzelmileg nekem kell megoldanom a feladatot. Most, aki először hallott a germán gyógytudományról, annak elárulom, hogy ez alap a megértéshez, a megelőzéshez és a megoldáshoz. Mert ha megértettem, hogy hogy alakul ki a betegségem, akkor már meg tudom előzni. Ha megértettem, hogy mi a valós oka, akkor már meg tudom oldani. Elmondtam azt is, hogy hogyan. Tehát azok az úgynevezett betegségek, amik a gyógyulási fázisnak a tüneteit foglalják össze, ezek attól függnek, hogy meddig csücsültem a konfliktus aktív fázisban, illetve hogy mennyire akasztottam el magát, a folyamatot. De ha gyűjtögetem a konfliktusokat, akkor megváltozik a viselkedésünk. Hangulati változásaink lesznek. Nagyszerű. Erről is van könyv. Pszichózisok és viselkedés változások a germán gyógytudomány fényében. Vagyis, amikor az érzelmi konfliktusokat oldjuk meg, akkor fogjuk megoldani a valós kiváltó okokat. Nem diéta, nem kemó, nem sugár, nem energiagyógyászat, nem családállítás, nem táplálkozás megváltoztatása. Ameddig a konfliktusokat nem oldom fel, addig bármit is használok, addig az kidobott pénz. Tudományról beszélek, tudományról, mert reprodukálható, összehasonlítható, előrejelezhető. Na, ezt nem tudjuk elmondani a mai medicináról. Minden, ami segíti a gyógyulásomat, az mind hasznos. Félre ne értsük, amit mondok. De addig nem tud beépülni az alga se a szervezetembe, ameddig le nem zárom a konfliktusom. Amíg a bontás van felszínen, addig bontani fogom. Addig a kálcium nem épül be a csontomba. Érthető. Tehát értsük meg, hogy a programnak, a problémáknak a kiváltója és a megoldója is én vagyok, és nem más. Én megköszönöm mindenkinek a kitartó figyelmét.